a hagyományos beremendi horgászverseny lett itt augusztus 20-án megtartva. Hát az időjárás nem igazán volt kegyes, hatalmas forróság volt, aztán utána pont mára jött a lehűlés egy kis zivatarral. Ez mennyiben zavarta meg a halakat szerinted? Hát az az igazság, hogy készültünk, számítottunk rá, hogy rossz időjárás lesz. Ugye itt néztük az előrejelzéseket, rosszat is mondott, de pont tényleg úgy jött, hogy reggelre szakadt le az ég, hogy elkezdődött a verseny, de ez nem befolyásolta, úgy érzem, a fogást. 30 kiló fölött fogtak a fiúk, ez úgy érzem, hogy ilyen szélsőséges időjárásban egy nagyon jó fogás. Ugye a Horgász Egyesületünk készült is erre, hogy ne valljon szégyent, mert 3 hete egy 3 mázsás telepítés, és kedden pedig egy 5 mázsás telepítést hajtottunk végre, azért, hogy jól érezzék magukat a beremendi horgászok. Azt hiszem, azt mindenképpen elmondhatjuk róla, hogy nagyon kitartóak, hiszen ebben az időjárásban is 20 fölötti volt a nevezők száma, és gyakorlatilag igen, sokan ki is tartottak a végéig, tehát itt maradtak, annak ellenére, hogy sokszor elkezdett az eső szakadni. Igen, végül is 29 nevezés érkezett, 20-an jöttek el, megmondom őszintén, hogy én egy óra után biztos feladtam volna, és kijöttem volna ide a tető alá, de mind a 20 horgász dicséretet érdemel, mert végig horgászta ezt az 5 órát. Ugye 7 órakor kezdődött a verseny, 12 órakor lett vége, úgyhogy most volt az eredményhirdetés, ez egy nem egy kis idő, és úgy néz ki, hogy most áll el az eső. Ez a nem semmi kategória. Ilyen egy esős időben egyébként hogyan lehet horogra csalni alakat? Te azért régi rutinos horgász, hogy van biztos olyan a tarsajodban öltet, amivel meg lehet egy kicsit ezeket a halakat is azért fogni. Mint ahogy megfogták, és fogtak egy nagyon szépet is, az első helyezett, az majdnem 6 kilós pontyot is fogott, tehát azért az egy szép eredmény. Hát igen, ugye a telepítés az mindig egy mérvadó dolog, mert egy kicsit a régi állományt is megkeveri. Ugye itt az is volt a cél, hogy vetesszük ezt a 3 és 5 mázsa halat, hogy forgassa meg egy kicsit a vizet, és így a nagyobb halaknak is a kapókedve esetleg egy kicsit jobb lesz. És ez be is bizonyosodott, mert egy 6 kiló fölötti halat is sikerült horogra csalni. Ugye vannak itt rutinus horgászok, büdös kukoricával fűzve, megpróbálják meglebegtetni, de most szinte nyugodtan mondható, hogy a vízközti horgászat volt az eredményes. A fenéken is horgászott és meglebegtette, esetleg technopufit használt, azok a horgászok, azok mind fogtak alatt. Hát ez mindenképpen egy jó dolog, hogy ennek ellenére ennyien eljöttek, és azt gondolom, hogy akkor már lehet szervezni akár a jövő évit, és megpróbáljuk majd az időjárást is elintézni, hogy jövőre legyen ennél kicsit kegyesebb hozzánk az időjárás. Igen, most már a sokadik beremendi horgászverseny volt, hála Istennek. Ugye egyszer volt egy olyan, hogy egy szünetünk volt, próbáltuk újra éleszteni, a létszámmal még nem vagyok elégedett, de úgy érzem, hogy fejlődik, vissza fog még jönni az 50 fölötti létszám, nagyon bízok benne, és minél többen fognak eljönni, és talán, ha az időjárás is kegyes lesz hozzánk, akkor talán lesz olyan, hogy a családostól is ki fognak jönni, ahogy is ezt terveztük, hogy családokkal egy kicsit sétálnak, beszélgetnek, ez úgy lenne az igazi. Szalók Erik lett a harmadik, ő 5,34 kg dekát fogott, szeretnénk átadni a érmet, hozzá kupát. Sivatulárom. Második helyezést ért el Marton Csaba. 5,82 kg dekát fogott. Úgy érzem, az időjárásban ez is egy nagyon szép fogás. Sivatulárom. Csabi, az érem hozzá. Köszönöm. És a kupa. Szép. És most jön a Hava Tortán, hát egy öreg horgászunk ért el nagy sikert ma. Első helyezést ért el Éles Dezső. 7,38 kg dekával. Úgy érzem, hogy ez egy tisztességes fogás ilyen időjárásban, megint meg kell említeni. Úgyhogy papa, egyszerű gratuláció, amit megérdemelsz nyakadva. Hozzá a kupa. Ebből ezt már lehet inni. Ebből lehet pezsgőt. Ebből lehet inni. Hoztál pezsgőt, Dezső? De én még egy díjat szeretnék átadni.
amit egyszer ezt tedd le, légy szíves. És mivel te fogtad a legnagyobb halat, mert olyan díjunk is van, egy 5 kiló 68 dekás pontyot fogott a Bezsíró, akkor külön díjjár. Hát köszönöm szépen. Igen, úgy szeretném ezt a kupát, hogyha a Gyuri, mint a tavalyi bajnok, adná át neked egy évi megőrzésre, ez még jár hozzá, igen. És jövőre várunk vele vissza. Úgyhogy egy évig megőrizheted a vándorkupát. Ez is jár hozzá. Nagyon szépen szeretném megköszönni a Veremendi önkormányzat nevében, hogy ennyien eljöttetek. Az ITR bizottság nevében és a Horgász Egyesületünk nevében is szeretném megköszönni, és várunk benneteket jövőre is sok szeretettel. Mindenkinek jó utat kívánunk hazafelé. Köszönjük szépen még egyszer a részvételt. Köszönjük.